Sziasztok, Kej vagyok. Nagyon gyönyörű a fény itt a lakásban, úgy vélem. Nagyon szexi. De kapcsolok egy ilyet. És akkor elméletileg jobb lesz. Sosem bélogoltam, szóval azt tudom, hogy kell, azt hogy fogja ezt a fost. Nincs semmiféle selfie botom, meg ilyen menő dolgok, amik szoktak lenni az embereknek. Szóval az a helyzet, hogy holnap megyünk Münchenbe. Az... addig nagyon sok dolgom van. És még el kell vennem suliba, amiből mellesleg már most kések, tehát hogy ez így már nem jött össze a dolog. Ezen kívül pedig még meg kell szerkesztenem a fan projektet, amit készítünk. Az ott az ágyam, meg össze-vissza dobált ruháim, az meg ott egy Iron Man poszter. Szóval én is indulok, aztán kurva sok dolgom lesz. Majd megmutatom, hogy készülök el, úgymond erre az egész kirándulásra, meg tudjatokom, mert ugye nekem mindenféle kaját előre be kell tenni, mert nem tudok csak úgy útközben venni egy gluténmentes vega szendvicset, vagy valami dolog. Igen, kupi van. Nagyon kupi van, de most ezzel nem tudok mit csinálni. Ennyi. Bemutatom Lenkét, az ügyetlenkét. Ilyen csodálatos dolgokat csinálok. Nézzétek meg őt is. A Lenka nem ugye. Ő névtelen. Névtelen. Aha. Oké, okay, anonimus. Igen. Tessék. Ott egy másik. Neki mi a neve? Neki? Igen. Semmi. Neki sincs neve. Hey! Elkészült a sminkem, ami egy ilyen jó kis sötét dolog lett. Szóval ilyen. Ugye koncertre megyek, szóval azt hiszem, hogy szabad a hajamat, meg egyszerűen csak itt kivasaltam szépen, itt meg itt. Aztán itt felfogtam egy darabot, és most úgy nézek ki, mint egy 5 éves kisgyerek, aki rocker akar lenni. Ez pedig Haukernek a felsője, de lényegtelen. Szóval igen, haladunk, bepakoltam a tasit, szóval elég boldog vagyok emiatt, jaj, a fény az elment útközben. Ezt a sminket azért tettem fel egyébként, mert ez a legtartósabb. Szóval ezt általában nem kell így útközben se igazgatni, ez ott marad, ez olyan, mint a beton. Azért is szerettem régen, de ugye ma már minden napra nem hordom ezt a kis rocker sminket. Van még 2 óra, míg Dante megérkezik, Hauker az dolgozik 6-ig. És egyébként nagyon érdekesen lesz a dolog, mert én és Dante megyünk ugye egy Billy Talent koncertre, még mielőtt megyünk a buszra. Viszont Haukerhez érkezik az én egyik barátnőm, Poru, és ők viszont együtt mennek hamarabb a buszra, mert én csak be fogok esni utolsó pillanatban. Nagyon örül nekem a szervező egyébként, főleg, hogy elméletileg én is szervező vagyok, és épp fogok legutoljára beállítani, mint egy köcsög. De szóval én nagyon érdekesen van megoldva, nem tudjuk, hogy lesz. Hú, de szépen elmegy a fény, gyerekek, azt hittem, hogy azért ez egy kicsit jobb lesz. Igen, amúgy az előső kamerával veszlek titeket, hogy lássam, mi a tökömet veszek, mert olyan mértékig nem áll rá a kezem erre a vélog témára, hogy így fél fejem nincs benne, még így se, hogy látom magam, szóval igen. Ennem kellene, mert őszintén szólva elfelejtettem, hogy étkezni is illik egy nap. Szóval egyelőre ennyi történik. Aztán ha megérkezik Dante, akkor szerintem majd még vélogolunk egyet. Utána el is indulunk, mert 5 körül van a kapunyitása a Billy Talent koncerten. Dante, mit szólsz ahhoz, hogy a Billy Talentből egy percet se látunk, mert közölték, hogy 21:30-kor van a kezdés? Helyzet. Szóval... Hát, én már készülök, mondjuk én nem a Billy Talent miatt megyek, szóval. Jó, hát így végül is én se, csak én meg szeretem őket, igen, és arra igen, nem igen. Számítottam, hogy így egy percet se fogok belőle látni. És egyszerűen nem fogok egy percet se belőle látni, és most össze vagyok törve. Igen, életében először időben érkezett, sőt, hamarabb. Én is, hogyha most indulnék, gondoltam. Én is így mondom, jó, oké, tudom, mit mondtál, de mondom, úgy fog összejönni. Halika! Megérkeztünk, nincs jegyünk. Igen. Várj itt a főnökömet, ha jegycsek. Ez így megy, gyerekek. Sziasztok! Sziasztok, ebben az meg. Én próbáltam kedvesen. Hát, ha megköszönöm. Igen, hogy valaki nagyon dobolt. Meg már láttuk, hogy reggel itt voltak Jamie-ék, csináltak vele pár ilyen nagyon elvetemült fanú képet, akik kijöttek ennyire hamar. Hát én nem, én így beesek. Na mindegy, szóval igazániból most ennyi van. Várjuk Emét és Sandrót, náluk van a jegyünk. És akkor beállunk a sorba, ami pedig itt van. Egyre hosszabb. Nem tudom, látjátok-e amúgy, a fejemet látjátok. Szóval valahol itt. Így. Ez itt a sor. Azt mondja, hogy ennyi történik. Aztán meg már tényleg elindulunk Münchenbe, és akkor arról fog szólni a vlog, amiről szól a cím.
Azért még kicsit vélogolunk majd még kicsit jó. Szóval nem haragusztok meg. Nem haragusztok meg, úristen, hogy ilyen gyermek volt. Belőle. Nem tudom, gyerekem. Csőztek. Halljátok ezt, gyerekek? Ezért vagyunk itt. Ezért. Gyati hossú! Ott van Eme! Ott jönnek! Bemutatom a főnökömet! Várjál, megy! Mi a helyzet? Van, mi van? Ez egy fotó lenne. Itt van Dante is. Itt van. És várjuk a kis Kanter Pétert. Belekutatom az idejét, hogy belekutatom. Ez Gyati jó lesz, gyerekek! Now fire! Én az elég vagyok kiakadva. Amúgy az meg a másik, hogy én még ilyen minőségi kibaszott rakendról nem basztam. Tehát így legyünk őszinték, ez nagyon jó. Szóval megérte. Tudod, hogy egy együttes jó, hogy koncerten ugyanazt nyújtják, mint a fülhallgatók. Egy az egyben, de tényleg. És bejött ide egész a közönség, ott volt mellettünk, és így életnagyságban látni, és így... És okrát velünk, és megvert minket, és ilyesmeket ebben a kamerán. Szóval zseniális volt. Én még egy 3 órát elhallgattam igazán, hogy olyan. Még be sem indult a dolog. Abszolút. Szóval kérdezem, hogy legyek pólót venni, mert ne haragudjatok. Nem lehet arra kivétezni. Szóval majd jelentkezem. Túl vagyunk a Zebraheaden, és vettem egy felsőt. Kérlek, kantorfétes felső. Hol a másik oldalon? Ez a dolog? Nézd, várj. Mutassátok meg a valagabb. Oké, ott van, benne van, király. Kurva jó volt, új kedvenc zenekarom van az Ebrahát, szóval. Ah! Igen. Itt last party van, gyerekek. Kis érvegyedet most bőnök. Beszélgessünk arról, hogy hogy beszámadtuk a csajt, és egy lassos táskája volt, és nem értette, hogy mi a helyet. Azt csináltuk, hogy... Ő meg úgy ment el, hogy... Szóval nagyon király a parti, de aztán majd el kell indulnom, még igazán, hogy két zenekarban, Dirika mentről lemaradok, de fél órát kivárok. Ennyi röviden. Ő lájkolja. És megbeszéltem, hogy dolgozhatom ebben a felsőben. Yeah!
vlogot veszek. Itt van most már Hauker is, megérkeztünk. A Billy Talent feléről el kellett mennem, szóval elég is király volt. Most pedig elindul a busz, és megyünk Münchenbe.